14 év szünet után várták ismét az aranyérmek a Continental Arena, akkor bújtosi szabadidőcsarnok küzdőterén, hogy felkerüljenek a női röplabda bajnokcsapat játékosainak nyakába. Rendhagyó módon ezúttal nem a döntő záró mérkőzését követően, hanem egy zárt körű rendezvényen köszöntötték a 2020-21-es szezon legjobbjait. Az extra liga döntőjére ugyanis a Békés Csaba nem tudott kiállni, így a Fátum Nyíregyháza 3-3-0-ás meccsel, 3-0-ás összesítéssel végzett az élen. Hiányérzet csak azért van bennem, mert egy élménnyel lettünk szegényebbek. Tehát az, hogy a pályán megszerezni egy aranyérmet, az extra adrenalinnal, extra löketekkel jár, és tényleg egy hatalmas nagy élmény. Most attól már el tudtunk vonatkoztatni, hogy az egész bajnokságot nézők nélkül kellett lejátszani. Ugye minden meccset nézők előtt játszani is egy élmény. Hát még egy bajnoki címet. Ugye ezt tudtuk, hogy már nem fogunk megvalósulni, ezért szerettük volna a pályán eldönteni a párharcot, és minden játékosommal, stábtagunkkal egyet kell, hogy értsek, hogyha megrendezésre kerültek volna ezek a mérkőzések, akkor is megnyertük volna ezt a bajnoki aranyat, ezt lehet, hogy sokan megköveznek majd ezért a kijelentésért, de én hiszem és tudom. 14 évvel ezelőtt Ludwig Zsolt az akkor Betonút NRK Nyíregyháza néven bajnoki címet szerző csapat edzőjeként kapta az aranyérmet, ezúttal viszont a szövetség főtitkáraként ő adta át a medálokat. Véleménye szerint is a bajnoki és kupasorozatot figyelembe véve mindössze egy vereséget elszenvedő nyíregyházi csapat volt a legjobb az elmúlt szezonban. Szerencsére teljes bajnokságot tudtunk játszani, ugye ebből a döntő volt pont az, ami kivétel, és az egész bajnokság során nyújtott teljesítmény a kupa aranynak az elhódítása miatt azt kell mondjam, hogy igen. Mindenféleképpen a legmegfelelőbb helyre került az aranyérem, a csapat teljesítménye, a mutatott színvonala, az egysége, az mindenféleképpen azt bizonyítja, hogy az aranyéremnek itt Nyíregyházán volt a helye. Az első bajnoki címét megszerző Pintér Andrea szerint a siker egyik záloga az volt, hogy a több röplabda kultúrából érkező játékosok gyorsan összekovácsolódtak mind a pályán, mind a pályán kívül. Mind egyénileg is fejlődtünk nagyon sokat, technikailag, akár mentálisan, tényleg, és igazából az edzőnk az össze tudott kovácsolni bennünket egy csapattá, ami tényleg nagy erősségünké vált, hogy például csak egy példát, hogyha hibázásaink is voltak, együtt ki tudtuk segíteni egymást ebből. A játékosok szerdától pihenőt kapnak. Vannak, akik a nemzeti válogatottjukhoz csatlakoznak, a nyíregyháziak közül Tóth Fruzsina tagja a magyar keretnek, és vannak, akik hazautaznak. A nyíregyházi együttes ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet a nemzetközi porondon. A vezetők reményei szerint a keret 80%-ban változatlan marad, a távozókat pedig minőségi játékosokkal igyekeznek majd pótolni.